Komoly segítség a szülőknek, hogy június 16-ától szervezhetők napközis és ottalvós nyári táborok az előírások betartásával, mert a koronavírus járvány miatt sokan kivették a szabadságukat. A közlemény szerint a válaszadó szülők 21%-ának komoly problémát jelent a 14 éven aluli gyermekük felügyelete a nyári szünet idején. Mi minden évben 10 tábort szervezünk, ebbe a 10 táborban nyilván a sítábor is benne van, azt már megvalósítottuk január végén. Tehát 9 táborban gondolkodtunk, de nem csak gondolkodtunk, hanem ezeket a táborokat meg is szerveztük. Jó néhány tábor esetében már az autóbusz is le volt foglalva, hogy időben hozzájussunk egy szállítóeszközhöz. Néhány tábort meg lehet tartani, szeretnénk is megtartani a nyári úgymond napközis táborokat. De korábbi években is mindig megszerveztük a diákjaink számára az úgynevezett vakációs biblia hetet, ugye egy háziskola vagyunk, ez egy hét. Van egy olyan táborunk, hogy magvető helyi tábor, magvető honismereti tábor a neve, ez 2 hét szokott lenni, és ezen túlmenően, hogyha a szülők még igénylik, nyilván ezt fel kell mérném, ugyanis a szabadságok, én úgy gondolom, hogy azok elfogytak, vagy nagyon fogyóba vannak. Egy felmérés után igény esetén természetesen még gondolkodunk abban, hogy további helyi táborokat is szervezünk a gyerekek részére. A 14 év alatti gyermeket nevelők 40%-a tervezi, hogy táborba küldi gyermekét a nyári szünetben. A megkérdezettek 29%-a számít a napközis táborokra, további 11% pedig még gondolkozik rajta. Ottalvós táborokra a megkérdezettek 16%-a szívesen küldené gyermekét. 8%-uk még nem döntött ebben a kérdésben. A gyerekek már nagyon várják, hogy találkozzanak a társaikkal, és mi biztosan részt fogunk venni benne, tehát mi nagy örömmel fogadtuk, és nagyon várjuk. Hagyományőrző táborba és hittanos táborba szeretnénk menni. Van egy óvodáskorú gyermekem, és ott pedig zenei táborba, ha lesz rá lehetőség. A 14 év alatti gyermeket nevelő szülők több mint harmada számít a nagyszülői segítségre a szünidőben. A szülők ötöde baráti vagy rokoni, és mindössze 6%-a fizetett külső segítséget vesz igénybe. A 6 év alatti gyermekek szüleinek 2/3 tervezi, hogy óvodába, illetve bölcsödébe viszi a gyermekét a nyáron. A többség az iskola befejezésének dátumát a szokásos június 15-ében határozta meg. Az általános iskolás gyermekek szüleinek 1/3, a középiskolások szüleinek 1/4 azonban egyetért azzal, hogy június végéig legyenek iskolai foglalkozások.